25 éve a kultúra nagyköveteként tekintenek az Ausztráliában élő Maurice Zoltánra. A queenslandi klasszikus zene kedvelői ugyanis minden hónap első szombatján Zoltánnak köszönhetően zenés esteken vehetnek részt. A festői óceánparti város Szentgét műemléképületében hozta létre Music by the Sea koncert sorozatát, amely nagy népszerűségnek örvend a környéken. Nem megyünk a populáris után, hanem a minőség után, nívó után. Szóval nagyon jó zenészek játsznak a koncertokon. Csinálunk jazzt, klasszikus zenét, népzenét is, mindenféle külföldi népzenéket, aztán world music, ugye? Szóval mindenféle zenét csinálunk. Több száz fellépő, több ezer óra szíved gyönyörködtető muzsika, és túlzás nélkül több tízezer hálás ausztrál. Ezt jelenti a számok nyelvén a zenés koncertsorozat, amelyet Maurice Zoltán álmodott meg a Brisbanehez közeleső tengerparti kisváros Szentgét városházának a színpadára. Enjoy your evening. Emily Grinja hárfa koncertjéről senki nem sietett haza, és jót beszélgettek utána a magyar származású ötletgazdával, aki negyedszázada számít a környék első számú kulturális nagykövetének. Valamelyik jön messziről is, de sokan közelből jön. I think it's a really valuable... Ez nagyon értékes hely itt Szentgét város részben. Segít még jobbá tenni a helyet, ahol élünk. A koncertek nagyon magas színvonalúak itt, minden szombaton. Zoli nagy munkát végez, hihetetlen. Rendszeresen elhozza nekünk ezeket a világ színvonalú zenészeket ide Szentgétre. Nem győzök elég hálás lenni ezért neki. Zoltán zene iránti rajongása nem véletlen. 6 testvérével Pozsonyban nőtt fel a hangszeres zene bűvöletében. Az ő kedvenc hangszere a hegedű. Én elmentem hazulról Ausztriába, amikor 20 éves voltam. Egy hónappal azelőtt, ahogy oroszok bevonultak Csehszlovákiába, és akkor a határok ki voltak nyitva, aztán Svájcba mentem, ott éltem 5 évig. Amerikába is mentem, aztán jó napon gondoltam, hogy jó lenne Új-Zélandba menni. Imádtam a Új-Zélandot, csak az időjárásban nagyon európai volt, és esik az eső folyton. Aztán idejöttem, nem bántam meg, mert nekem nagyon is tetszik Ausztrália. Nekem volt egy zenekar, itt Szentgétben volt egy szimfonikus zenekart, amit megkezdtem, aztán játszottam egy darabig ott, de minden nap kell játszani hegedűn, szóval gyakorolni minden nap kell. Aztán ha kritikus az ember, akkor inkább jobbakat hallgat, mint saját magát. És aztán kezdtem a koncertokat. A Szentgétán Hall az egy fantasztikus akusztikai helység, és én amikor oda mentem lakni, akkor bementem a szálába, és hallottam, hogy milyen fantasztikus akusztika volt ott, és senki nem csinált koncertokat ott, szóval azt megkezdtem. Zoltán a párját is a zenei és színházi estjeinek köszönhetően ismerte meg. A románc kulissza titkait pedig már azon a parányi 3000 lelkes szigeten ismerhetjük meg, ahol Loretta vár minket. A gyönyörű kis szigetre nemrég költöztek. Találtam egy kis színházi társulatot Szentgétben. Véletlenül úgy alakult, hogy Zolival is dolgoztunk együtt egy-két előadásban. A szakmai kapcsolat aztán szép lassan személyessé vált, és az életünk nem csak a koncertek szervezésével kötődött össze, hanem azon túl is. Apropó, költözés. Magyar szemmel több, mint szokatlan, amit Zoltánék csináltak. Ők ugyanis nemes egyszerűséggel átköltöztették az otthonukat Szentgétből erre a pici szigetre. Ez egy nagy munka lesz. Jó egy pár hónapig fog tartani,
azt csinálunk, amit tudunk. Zoltán családjában a közös nyelv a zene szeretete. Ha Villivel, a testvérével találkozik, akkor meg természetesen a magyar nyelv. Öccsével korábban egy nem akármilyen produkciót vittek színre Ausztráliában. 100 önkéntes segítségével bambuszokat szúrtak az óceánba, amelyeknek a dagály érkezésével már csak a hegye látszott ki. Az összképet pedig kizárólag csak föntről, madártávlatból lehetett értelmezni. Mint egy óriás emberi lábnyomot. Ezzel azt akarták üzenni, hogy ha a lényeget akarjuk megérteni, felül kell emelkedni mindenen. Az ember benne van a bambú erdőben, és nem lássa a szituációt. Szóval csak föntről lehet látni, hol vagyunk. Természetesen végül mi is kíváncsiak voltunk arra, hogy az örökmozgó szervező hogyan éli meg azt, hogy 15 000 kilométerre került a szülővárosától. Valakinek két állampolgársága van, vagyis két hazája van, akkor duplája van. Nem kettő, hanem duplája.